Szeretnénk üdvözölni minden kedves nézőt továbbra is, a kitartó nézőket meg főleg, ugyanis jelen pillanatban már 3-4-1 van. Az amerikai LCS harmadik hetének második napjának utolsó és záró meccséhez érkeztünk, ami a Renegades és CLG mérkőzés. Papírforma alapján Renegades szintén 1-4-vel, mint az Echo Fox, szóval a CLG egész pofásan alakít. No de! Renegades-ben nagyon sok a régi old school professzionális játékos, az a kérdés, hogy mit fognak tudni majd produkálni most a CLG-vel szemben, aki már ugye egyszer fenn és egyszer lenni is volt, tehát azért voltak problémái, főleg a kommunikációban. Bajnokválasztás, hogy mindig egy nagyon jó téma, amit szeretem mi magyar elemző asztalunk is mindig ugye kihozni a, hát a misodrunkból is, de a tisodatokból is, hogy mégis melyik karakter miért nem volt jó, meg hogy jó, és milyen kompozícióban nyúlt volna bele jobban, vagy rosszabb a valamelyik csapat. Itt is lehet majd hiba, de az elemző társam, a szakmai szántsegédem nem más, mint Gellér Bibó, Ájavén Zsolt! Wow, ilyen bemutatásra kaptam még soha. Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Minden esetre felettébb figyelemre méltó, hogy így 3-4 év után tudod a teljes nevemet. Szóval! Eddig is tudtam. Fekete István, elég felírtalak. Még jó, hogy nem te vagy a Mikulás. Szóval térjünk vissza ugye a mai mérkőzésünkre. A Renegades, hát hősválasztási szokásai, maradjunk annyiban, hogy megkérdőjelezhetőek hát néha. A CLG pedig ugye, ahogy te is említetted, egyszer fent, egyszer lent. Ha jól játszanak, akkor általában nagyon meggyőzőek a mérkőzéseik. Talán még azt is lehetne mondani, hogy viszonylag egy oldalak. Nem annyira, mint a mai két mérkőzés, ugye a TSM, illetve a mostani Immortals. Ugye a TSM kikapott az elsőnél. De ettől függetlenül továbbra sem tudják megtalálni, hogy igazán magukat egyelőre. És szerintem, aki a legkérdésesebb per pillanat még mindig a CLG oldalán, az még mindig a dzsungelesük szerintem, X-Smithy. Hát azért vannak bolyak ott is, ugye. Tehát ő szerintem nagyon sokszor hibázik. Nem is biztos, hogy ezt emeltem volna ki, most mennyire hibázik a jungle-es X-Smithy. Ez az új játékstílus, az új patch-ek miatt azért nehézen azt mondani, hogy valaki sokat hibázik, hanem mondjuk azt tudom mondani, hogy még kevésbé tanultak ki a sajátosságát ennek a patch-nek. És ez már is mennyivel szebb fogalmazás, mint valakit leamatőrözni. Na de a lényeg, hogy... Hát Alice azért nem tegnap óta van bent a játékban, és ha visszaemlékszünk X-Smithy múlt heti teljesítményére, azért azok a gubók, hát ennyi gólt a magyar. Annyi bajnok, hogy Gilius, szerintem annál rosszabbul senki sem tudott volna teljesíteni, hogyha már Alice-ekről beszélünk. Ez is igaz. De gubó, meg lefogások azért oké, hogy jól mellé lehet őket lőni, de a mostani metában hány olyan karakter játszik, kedves Zsolt, aki önmagában saját képességből csúszással, arri mozdulással, helyzetváltozással tud játszani? Nagyon elég sok. Elég sok. Ezekre találj be gubóval. Nehéz. Jó, persze, van, amikor itt van a két karakter, és akkor azt mondja a kedves expert, hogy... mellé. Persze, ilyen, ezek ugye horribilis hibák, de ebben kevesebb van azért, viszont ugye egyetemben nehezebb ugye jó lefogásokkal játszani most ezeken a mérkőzésekkel, főleg ilyen csapatfelállásokkal. De, ha már csapatfelállás, én mindig azt mondom, hogy jelen pillanatban X-Smithy még azért a Graves-t nem csirogtatta meg. Arra én is kíváncsi lennék. Nagyon kíváncsi lennék, hogy X-Smithy is a Graves-t. De egyébként ha már itt tartunk, mert hát, ő viszont ugye egy ilyen notórius Rek'Sai játékos, imádja egyszerűen habzsi-döbzsizni azt a karaktert, de nem tudom, hogy ez mennyire befolyásol olyan szempontból a játékokat, hogy kiszámíthatóvá válik az ő játéka. Mert oké, hogy ott van egy karakter, és egy karaktert lehet többféleképpen is játszani, de azért előbb-utóbb ezek a választások kiszámíthatóvá, ezek kiismerhetővé válnak, ugyanúgy, mint a játékstílus, főleg, hogy Rek'Sait azért olyan túl sokféleképpen nem igazán lehet építeni. Mostanság azért a harcos kiegészítő nagyon-nagyon ritka rajta, inkább a parázsbelmot, és ennek köszönhetően gyakorlatilag te egy tankot játszol, aki ugye a globális jelenlétének köszönhetően, illetve a végső képességének hála, szinte bárhol ott tud teremni a pályán, de úgy azon kívül van egy feldobása, és így ennyi. Tehát ez persze nem rossz, tehát a kezdeményezése mindenképpen megvan, csak kérdés az, hogy tudna esetleg más karakterrel még több hasznosságot nyújtani a csapata számára, mert ez így valamelyest lekorlátozza a lehetőségeiket, mint csapat. Közben volt már egy bajnokválasztások elindulva, de valami oknál fogva elég hamar az újra lett úgymond kalibrálva.
Volt már olyan, hogy azonnal instant valaki előtt, amíg amumutiltással kezdett, aztán pont tennap, a tennap előtt volt. Vannak ilyen baklövések, nem azt mondanám, hogy direkt volt, hanem inkább mindenki emberből van. Lehet mellé kattintani, hogy valamelyik csúszka, ha gondolsz, hogy hol van a karakter csúszka, pont amú arca mellett van az a csúszka, hogy más csak azt tiltani, szóval nem kell ezért aggódni, vannak mellé kattintások, miszklikek is vannak a játékban, rossz képességek, ugyan bajnak van, aztán soha lehet, hogy rossz kattintások, szóval ezért nem lehet valakit büntetni, de az új bajnakharasztás most már itt is van szemünk, láttál a CLG kékszínekben először tilt, először választ, míg Renegades pedig reagál. Így is van, Kalista, illetve Tahmkench rögtön az első két tiltást a CLG oldaláról, míg a Renegades-től, hát talán kijelenthetjük bátran, hogy Huhi ellen érkező Lissandra tiltás, valamint egy Poppy. Talán X-Mitty-nek a Poppy-en eleveltük ki pont az, hogy nem volt annyira meggyőző a dzsungeles pozícióban ez a karakter, ettől függetlenül a Renegades nem szeretné ezt odaadni, és a CLG pedig ugye Graves fogja kitiltani, nem is Krams, hanem inkább RF Legendary-vel szemben, ugye játszott már ezzel a karakterrel, talán azt hiszem elsőként az észak-amerikai SS-ben. De erre nem elég megesküdni, Fiora tiltás az első, és Gangplank ma már harmadszorát megy. De oké, jó, Dasha már egyszer ezt elhozta, az akkorát bukott, mint a ló. Igen, ők adnak ki vele először. Igen, de azért ne együnk körül a medvebőrre, de Dasha hozott a Gangplank. De jöhet még Huhihoz is, ne felejtsd hát, el. Jó, hát jöhet Huhi az, aki majdnem Huni, de a teljesítményét nézve nem biztos, hogy a közésülésén, főleg az előző meccs után mernék azt mondani, hogy jó döntést lehet. No, de meglátjuk, Fiora biztos, hogy nem lesz, tehát a Gangplank felsőjésén működhet, de még ugye a Dashánál jól látjuk, hogy égetés van. Valószínűleg az nem fog maradni, bár Gangplank az a karakter, aki a végső képesség mégis bárhol be tudna csatlakozni, de nem hinném, hogy bárki is vala az LCS felemán azt fogja mondani, amíg a meta annyira nem fog változni, hogy égetés hozzon ki a felsőjésvényre. Szóval marad a Teleport Legendary, pedig ugye választja a Corkid lövészének, azaz Freeze-nek. Vikrams már biztos, hogy elészezik. Pont ezt akartam mondani, de jó, hogy fel is hoztad, akkor nyugodtan folytasd. És van, hogy a középső ösvényen mostanában a Corki lövész nagyon nagy előnyt élvez. Nem véletlenül, hiszen az átalakítása óta, ami azért nem mostanában volt, majdhogy nem 50-50, ugye fizikai és mágikus sebzést okoz ez a karakter. Ennek köszönhetően ugye elég nehéz ellene tárgyakat választani, mert mind a két fajta sebzésből okoz bőven, és ugye Krams, akit kiemeltünk a meccs előtt, hogy igen sokat rexályozik, végre egy másik karaktert választott magának, ugye nem más, mint Elist, ezzel szemben viszont X-Mitty elhozza a rexályt, és Stixey pedig kidinezni szeretne majd, így valószínűsíthető legalábbis szerintem, hogy Corki inkább a középső ösvényre érkezett, és ha már a középső ösvénynél tartunk, ugye Huhi már bizonyított, neki azért volt nem egy fantasztikus mérkőzése, ezzel szemben viszont a nagyöreg Alexics, ugye az Európából érkező orosz játékos, régebben egyébként elég nagy sztárnak számított, ez esetleg újdonság lehet azoknak, akik mondjuk nem évek óta követik az LCS-t, szóval ő még nem igazán nőtt fel a saját hírnevéhez, nem mutatott annyira meggyőző játékokat, gondolok itt mind a Ryzerre, aki egyébként régen az egyik főménye volt, vagy mondhatnánk akár az Oriannáját is, ami megint csak hagy némi kívánni valóban. Vagy a Kha'Zix. Vagy a Kha'Zix. De persze ez már nem azon meta, hogy Kha'Zix a közösségesére ki is jöjjessen, főleg Alexic kezébe. Az is egy ménye volt egyébként régebben. Nagyon durván, és ugye nagyon sok visszajelzés volt ugye az ő pentáiról is, kedves úriemberek, de ugye ez a Moszkva-fájában nagyon régen volt, és azóta voltak neki is nagyon durva magánügyi problémái, nem pülő a párjával kapcsolatban, hanem leginkább csapat elhelyezkedés szempontjából. Úgymond körbejárta a világot, mire végre valahol foglalkoztak vele, pedig azért oké, hogy Moszkva így vagy oda, de azért Alexics, azért ő egy olyan játékos, aki még most is megállja a helyét, pedig azért nem mindenki lehetne ezt elmondani. No de, ettől függetlenül ugye Huhihoz LeBlanc érkezik, és a Stixey 2-4-től még most jelen pillanatban kicsikét parázok, de a Corki Lucian mellett még túl nagy veszélyben nincs például 2-4, mint mondjuk egy Fiora, a Poppy, meg ezek ellen, mert oké, Fiora egy kis ötös Poppy is, de emlékszem, most nem arra beszélek, hogy most mi lehetne, de hogy
még éppenséggel olyan problémában nem szenved Caitlyn, hogy ne tudjon sokáig lövöldözni. Még nincs rá ebből négyből Alicen kívül olyan karakter, aki mondjuk teljes mértékben ki tudja zónázni, úgymond. De még lehetőség van... Ujj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 
kell kötni a gatyaszát. Most már biztos, mert LeBlanc oké, hogy a szóló gyilkossal a királya, de ha itt meghúzzák a ravaszt Kennennel és társaival, akkor azért neki is lesz nehézségem, hogy mindenki valamit okoznia, de lesz egy oldásám, aki már bukott Gangplank-el, most mindenki megfordulhatja azt, hogy milyen... tehát hogyha a Rek'Sai-t nézve, és valóban lefogásokat nézve, és kialakul kicsit a dominancia ugye a CIG csapatánál, ugye a játékosainál, akkor a Gangplank képesség ugye is elzárhat menekülés útonak a Renegész-től, és Kennen pedig arra lesz jó, hogy vagy be, vagy utána csak állsz és nézel. Tehát neki a meglepetés erejével kell majd támadnia, abból pedig ugye 3 percekért egyszer lehet isteni igazából. Igen, és érdekes egyébként, hogy ugye utoljára választották Kennent. Az olyan szempontból talán jó a Renegésznek, hogyha megfigyeled a másik csapat, ugye a CLG csapatát, nincs jelenleg olyan karakter, aki úgymond egyből ki tudná őt vonni a harcba. Gondolok itt arra, egy Lee Sin rugásra, vagy egy Janna Monsoonra, vagy bármi hasonlóra, ami gyakorlatilag azt a forgatagot el tudja távolítani a csapattól. Ergo, Kennen lehet, hogy meg fog halni a csapat, az ellenfél csapatok között, de forgataga mindenképpen ki fog menni, ugyanis erre nincsen per pillanat válasza a CLG csapatának. Kiugrani persze LeBlanc még éppenséggel ki tud, esetleg 2 pont is odébb tud csúszni a hálójával, de eltávolítani nem tudják azt a kellett csapatban. A mai double lift 2 pont után nem merni mondani, hogy jól fog működni 2 pont, de ez persze csak az aktuális helyzet hozza ezt a tényállást. Na de most már bent a játékban, ahogy mondtuk, CLG kék színekben, egy Renegades pedig piros színekben játszik a mai nap utolsó mérkőzésén Amerikában a hét utolsó napján. És utána ugye már csak jövő héten csütörtökön fogunk találkozni este 6 órakor az európai LCS-szel. Meg hát persze elkészül, mert egyszer egy híradó, mondta Zsoltikám, ez tény, csak azt nem mondjuk meg, hogy mikor. Igen, ez a titok. A titok nyitja. Titok. Egyébként ami még érdekesség az előző meccsekkel szemben, talán erre nem tértünk ki a választások során, ugye ezúttal Remi ellen például nem érkezett tiltás, holott a trash-ét azért... Jaj, Oh! Befogás Kramzra közben! Mind az 5 CLG játékos jön! Hát hogy ne lehetne villanni már egy elvillant Kramz után? Azonnal első gyilkosság, kevesebb mint 53 másodpercnél a CLG már most vezet! Afro minden esetre azt a lekötést az utolsó pixelig kiszámította, ugyanis a legutolsó tényleg hatókörével éppen hogy csak el tudta kapni Kramzot. Kramz szerintem nem is számította arra, hogy az ott már betalált, tényleg nagyon a szélén táncolt ennek, ráadásul a villanása is kimegy, nézzük még egyszer, a pókok is pont úgy futnak, hogy mellettük elmegy, Kramz pedig belesétál, kimegy a kifárasztás, villanás már hiába, de sem még egyet villan, illetve ugyanúgy Rek'Sai is, és egy kifárasztás még elhasználódott Afromutól. Hát 3 darab idézői képesség, de megvan az első gyilkosság, és ráadásul a középső ismén, ami még fontos lehet, ugye a Huyinak megmaradt az égetése, hogy korai burst cserére a középső ismén még mindig megvan a lehetősége. Ösvénycsere pedig a CLG-től érkezik elsőként, akik a felső ösvényen már ott is vannak. A másik oldalon pedig Freeze, illetve Remi, inkább a CIG dzsungerét, azaz a crew-kat takarítják, hiszen látják, hogy az alsó és mindjárt nincsen válasz. Minden esetre az azért az pozitívum olyan szempontból, illetve Remire ad egy kis esélyt, hogy a Freeze végre visszatért a Renegades-be, hiszen ő sem játszott a múlt héten. Igen, voltak ott is problémák, de ez megoldódott. Úgy látszik, hogy Amerikában egy kicsit egyszerűbb, mint ugye Európában. Ezt mondtuk is ugye nemrég. Hát attól függ, ugye, mert Frogja még viszont még mindig nem játszik. Igen. Jó, oké. Bocsánat. Nem baj. Szóval Huy azért kapott egy elég szép sebzés adagot ugye ettől az Alexis-től. Korkinak az első pár szinten, főleg a villámfejedelm akaratával bőven van sebzése. Kramz, na, Google. Igazából súlytani szeretne, mert azért mindenképp tapasztalati pontot jelent. Exitiblik ezt sajnos elmélázza. Így Kramz elhozza a penges csőrét, hát igazából a sajátja. Vörösszere hátra pedig ugye az Exiti már nem marad itt, így is Kramz már tovább degradálva nem lesz. De ugye Exvite játéka az, hogy a kettes halott Kramz jungle-ében tevékenykedett, mindenképp tapasztalati és farmelőt jelent neki, de még azért nem túlságosan sokat. Ettől függetlenül ugye 4. percben vagyunk, és Darshan imént a képernyőn ugye elrontott egy nagy minion, de még nem rendelkezik farmmal konkrétan.
Ugye ezzel szemben Legendary-nek nyilván azzal a Kennennel valamelyest könnyebb dolga van. Egyrészt nincs vele senki szemben ugye az ösvényen, másrészt ugye távolsági egység, és a beépített életlopásnak köszönhetően, amit a Doran Pengén nyújt, szintén kap egy kis életerő visszatöltést. Viszont ketten már érkeznek ugye Stixé, illetve Afromo az alsó ösvényre, X-Mitty egyelőre még a vörös szeder hátával foglalkozik. Ugyanúgy igaz ez a felső ösvényre, ahol még ugye Freeze, illetve Remi ösvénytolására nincs per pillanat válasz. És Darshan mozgásából ítélve egy darabig nem is nagyon lesz azon a felső ösvényen. Nem hát, Alex Siege pedig ugye megkapja, hogy ne felejtsd a láncot szintén Huhitól, azt mondja, hogy mindenki egy instant lekötés jelent. És a megtisztulás hiányában azért mindenképp lehetnek problémái majd Alex Siege a középső ösvényen. Na de most ugye emellett, hogy neki a Volkür használatával lehet persze jókat menekülnie, de az időben kell, kedves Alex Siege. Így van, közben érkezik a felső ösvényre Darshan egy teleporttal. Dzsungelé, saját dzsungelében nézett be, viszont ha jól látom, a farkasokat nem hozta el, vagy legalábbis nem az összeset, ezt a képernyőn nem láttuk. Ugye a déli bóklászásának nem igazán láttam az értelmét, ettől függetlenül egy teleportja kiment. A Legendary pedig nagyon szépen szedi le azokat a hordokat, ami ugye mind-mind plusz pénzt jelent, és hát sok kicsi, azért sokra megy, akárhogy is nézzük. Aki egy kicsit embecsüli, az a nagyot nem érdemli egyértelműen. Darshan 4 millió! Még ugye a Legendary 18-19 millió, hasonló matchup, mint ugye a Fiora és Queen, nem kellemes azzal szenvedni és azt tapasztalni, ugye van egy Kennen, aki dobál, és jó, egyszerűen bevisze megfelelő sebzéseket ugye a bizonyos minionokba. Alex is pedig most már azért nagyon kell, hogy vigyázzon, mert hiába van a Kramza közelben, még idő le is takaríthat Alex Siege-et, de gyógyítása van. Viszont erre tökéletes az éget is választás, hogy a Huitól majd. Két gyógyításnak köszönhetően a Renegade csapat a végül csapatküzdelmet tud megfordítani. A két gyógyításra azért senki sem kalkulál elsőre, majd csak utólag. Minden esetre azért az eddigi aggodalmad úgy látszik, hogy eléggé jogos, ami a két lövészt illeti. Stixé jócskán le van maradva per pillanat Freeze-zel szemben, egészen pontosan kb. Két darab minion hullámmal, halálos ítélet pedig milliméterekkel megy el Stixé feje mellett. Gyilkosság valószínűleg azért ebből nem lett volna, de Stixé most nem 90% életlenül rohangálna, hogyha az betalál. Ettől függetlenül azért szép a piszkálódás még Freeze-től. Kremsz pedig ugye látja X-Mitty-t, ráadásul vörösszeder is van. X-Mitty nagyon az egész brigád. Reminek már sajnos a második hajszálam móló halálos ítélete megy mellé. Kremsz pedig villan és micsoda fekete pajzs. Szomorúság van! X-Mitty el fog menekülni, a lefogás pedig jó volt, hátul Alex is pedig párbezik Huhival! LeBlanc VS Corki! Szint hátrány, Alex is itt igazából el kell húzni! Van gyógyítása! De mert az égetés a Huhinak kiment is, Alex is pedig nem gyógyított el, azért valahol így, hogy nem halt meg, még lehet, hogy viszonylag jól is jött ki idézőjelben Alex is. Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy nem hagyta ott a fogát, viszont ugye, ahogy már te is említetted, Huhi, eleve szint előnnyel ment bele ebbe a cserébe, így viszont, hogy Alex Siege ki lett zónázva a saját ösvényéről, ez a lemaradása csak még nagyobb lesz, hiszen további tapasztalati pontot, valamint aranyat fog ezáltal bukni. Még ugye, mint láthatjuk, Huhi továbbra is az ösvényen van, az minionokat aktívan tolja, és hát annak a pusztító pálcának köszönhetően sebzése is van. Hoppá! Nem, mindegy, hagyjuk, engedjük el. Gubu az mellé ment! Így Huhi csak egy őrszemmel tud majd boldogabb lenni és gazdagabb lenni. 30 arany, gyere be! Kramsz pedig a jövök én, hogy neki még van ereszkedésem, nyugodtan be is hihetve Huhira azt a tervezi. Továbbra is szint hátrány van, például Kramsznak Huhival szemben, viszont Alex is már beírta a hátrányát, de ez a 13 millió különbség mindenképpen még mindig van. Darshan felválasztás alapján, hogy még ez a Kennen nyugodtan tudnál sebezni azt, amit akarsz. Egyértelmű, hogy az a plusz páncél, jó a Kennenre, és az olyan homokóra pedig mindenképpen kell minél hamarabb. Neki az nem alap, hanem vagy megveszed a tárgyat, vagy pedig nem fog semmit csinálni a Kennen. Mindenképp kell neki homokóra. Kész. Ez nem az első tárgy, hanem ez a nulladik tárgy. Így van, rögtön a Doran pengéje után, Alex Siege pedig megint csak. De én nem értem, Alex Siege nagyon kemény tökű, már nem azért, hát nézd meg, ott jön rá minden hó is, és álsígy, hát én nem megyek volna körözni, kit érdekez, hát itt lövök, mint az állam. Hát neki nincs terve az, hogy instant menekül a LeBlanc ellen, pedig azért valljuk be, egy LeBlancot, hogy meglehet, és talán a lánc, mit csinálsz? Villansz, repülsz világá?
Igen, ugye ez különbözteti meg valamelyest a profi játékosokat az amatőröktől, azaz tőlünk. És most nem csak rácélzok, hogy ugye olyan szinten ismeri már azt a karaktert, hogy valamelyest ki tudja számolni, hogy milyen sebzéssel rendelkezhet. Tehát, hogy mik azok a, hogy is mondjam, helyzetek, amikor már meg kell gondolni azt a gyógyítását, amikor már abba a kritikus zónába kerül az életereje, hogy le tudja őt börtönölni. Huhi, ennél még nem tart, ennek köszönhetően lehet ennyire bátor Alexics a középső ösvényen, ráadásul neki még ott van a romlás itala is, sőt, ugye, ha jól látjuk, egy rubin, illetve egy zafír kristály is. Kétlem, hogy ebből továbbra is mágikus sebzésre építő korki lenne, inkább a kalapács, illetve a ragyogás első alapköveit szeretné ebből kiépíteni, és a plusz életerő, valamint a plusz ma mindenképpen segíti az ő ösvényen maradását, ami, ahogy láthattuk eddig is, azért néha problémás tud lenni egy-egy Leblanc-kal szemben, még a romlás italának ellenére is. Az alsó ösvényre, jajjaj, Freeze. A sorozat lövéshoz nem hogy nem volt jó, hanem katasztrofa volt. Sixtét éppen csak megharcolta, de ez valószínűleg nem ez volt tervezve Freeze által, viszont Sixtét nem azért mozdult el. Tehát nem Freeze hibázott óriás, hanem Stixi reagált ezt le jól. Viszont látható az, hogy ez a 85-69 farm különbség nem véletlenül alakult ki. Egyrészt Afromból szinthetremben szenved, most már nem. Másrészt reméljék, nagyon agresszívan játszanak. Fresh-el lehet is. És a lefogás pedig jó Afromótól, és ez már nem az első jó lefogás Afromónak, és azért eleve érdekes az, hogy nem bárat látunk tőle, és mégis milyen fenomenálisan játszik ezzel a Morganával. Azért az első gyilkosság és az ő nevéhez fűződik egyértelműen. Így van, mindenképpen Afromó érdeme az az elkapás, aminek köszönhetően Krams elhalálozott, és továbbra is ő az egyetlen áldozat ezen a mostani mérkőzésen. Körülbelül 200 arany választja el per pillanat a CLG-t, illetve a Renegades-et. És egyébként ugye a középső ösvényen, ahogy kiemeltett Huhi, azért rendelkezik farm előnnyel, de ez a többi ösvényről annyira nem mondható el. A felső ösvényen valamelyest Dásán azért be tudja hozni a lemaradását, de megint egy hatalmas minion hullám torlódott fel, amit Legendary nagy valószínűséggel előszeretettel fog majd lefarmolni, és ezáltal megint csak visszahozni az ő előnyét. És ugye a teleportja per pillanat mind a két felső ösvényesnek van, úgyhogy ők akár érkezni is tudnak, és ugye a különbség az az, hogy míg Kennen, azaz RF Legendary meg tudja állítani Darshan-nak a teleportját, ugyanez fordítva viszont már nem igaz. De hogy nem megöli. Hát, jó. Hát megölhet, hát Zsolti, nem mondjuk ügyesét. Oké, jó. Ja, hát ha megölsz valakit, akkor az nem teleportál már sehova. Ez így van. Bocsánat. Kapise? Bocsánat. Akkor jó. Ezt Diamond alatt nem oktatják sajnos. Megvannak már a besorolói, Zsolti? Még nincsenek. Na, akkor szerintem elhallgassuk. Négy meccsnél járok. Jó van, akkor nem is fogsz tovább menni sokáig. Nem érdez, 11 perc, 10 másodpercnél járunk. Az állásnál tovább is 1-0, és kicsikét tutyi-mutyi a mérkőzés. Pontosan azért, mert még nem dőltek torjak, tehát nem lett sehol sem felgyorsítva. Nincs ennek plusz aranyag, nincs hol kicsikét többet erőszakoskodni, nincs hol többet elvenni a másiktól sárkányra. Nem éri meg vért áldozni fölül nem játékosokat. Lehet, hogy még 8 és 9 percig komolyabb gyilkosság lehet, hogy nem is nagyon lesz, vagy komolyabb csapatküzdelem nem is igazából lesz. Még az is lehet. Ez viszont valamelyest azért a CLG-nek is kedvez, hiszen ott van egy Gangplank, akinek időre van szüksége a farmolásra, illetve talán Caitlyn is ez a kategória, aki inkább egy három tárgy után kezd ténylegesen hasznossá válni, leszámítva az első pár szinten lévő előnyét. És egészen addig, amíg a Renegades ennyire passzívan játszik, gyakorlatilag ingyen odaadja ezt a felkészülési időt a CLG javára, akik így valamelyest azért... Ha egy ilyen halálos ítélet betalál, nincs az az Isten, hogy remény ne repülne be a világ végéig, és már olyan régóta próbálkozik, annyiszor látok a luftokat is, de emlékszem, volt két nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szép és nagyon közeli. Nem sok hiányzik, ha egyszer beadta Afromul, akkor az a Hux mi mehet majd reménynek is nyugodtan, és örülök, hogy kezdve lehet Stixét büntetni, mert azért ő egy kicsit másabb az eldesselés, elmozdulása, úgymond, ugye azzal a két, de sokkal nehezebb is, lehet, hogy elég hamar idéző képességet kell. Aj, viszont mindenképpen jó sorozatlövés, Afromóra senki sem halt meg, de azért mindenképpen történt valami, csillogott a pálya, laser show volt, Freezy próbál reagálni, lámpás pedig van alatta, szóval ha baj van, akkor gyere haza, mondd el ezt a kedves Remi, én várlak otthon. Ja. 500 arany különbség. Úgy nem tudtam erre mit reagálni. Hát persze nem lehet, mert ez így van. Krams például mindenképp érkezik az alsó ösvényre, és még több ködépesség a Rex-el valahogy rótobódon megint jó a lánc Alexicsre, és ahogy mondtuk... Toikre.
konkrétan. Jó, hát akkor toljék rá, de tényleg toljék. Hát ne... semmi, se villanás, se valkőr, vagy, de még gyógyítás. Ilyenkor sajnálom az, hogy instant még most nem lehet látni azt a bizonyos róna használatot, és Alexis azonnal gyógyít, ugye mihez kitért már a lánc elől, valkőrrel. Tehát azért a öreg róka nem vén róka, és az a valkőr reflex azért az Alexis-es volt, szép volt. Nem véletlenül van egy, és mindenképp megint csak az LCS-en teljes mértékben itt a helye. 1-3-3-7 a jelen pillanatnyi idő, tehát lead. Ennél több érdekes dolog nem történik a mérkőzésen. Alexis az, aki újra most már reagál, jön Remi! Na, nyúzás, húzás, Isten drágát, nincs meg! A klón hal meg, jó a gubó, bam! Krams fejezi az első gyilkosságot végre a Renegéznél, így egy-egy az állás, és 200 aranykülönbség van, ami igazán megint csak fityisz. Na de... Bosszút állt Krams végül is a saját haláláért, ugye azt Huihozta el az első gyilkosságot, hát most visszafizette ezt Huihinak a kedvességet. Ugye 100-200 aranya különbség a két csapat között, tehát mondhatni egyenlő a nullával. Ugye ez köszönhető annak, hogy ahogy te is említetted, a 15. percben járunk, torony viszont továbbra sem dőlt. Lefogás a Frumútól, Sixty pedig ön még szinte hátul követni, Remi bajban, nagyon nagy bajban, halálpontos lövés, így is van, Remi pedig hallott, jön telepad hátulról, jön telepad előről, Legendary, szintén Freeze, beleáll, lefogás, a Frumú, halott, csak sírnom kellett, és már nézd meg, rendesnek a gyilkosságok, 2-2. Mind a két támogató játékos elpusztult ebben az összecsapásban, ráadásul a Frumúnak mindene kiment. Ugye ezzel szemben Remi korábban használt egy villanást, tehát nem csak hogy meghalt, de még az idéző képességei is oda lettek. Nézzük is ezt meg újra, hogy egy mindenlátó őrszemmel kezdődik az egész, Remire szép a lekötés. Hiába talál be Stixére a halálos ítélet, a sötét pajzs gyönyörű, kijön a gyógyítás, valamint Freeze még próbálja menteni Remit. Őt azonban kifárasztják, a halálpontos lövés pedig betalál. A lekötés, illetve a csapda Afromútól szép, de Krams, illetve Legendary tökéletes érkezése teleporttal be tudja fejezni ezt a gyilkosságot, és ugye a Zonja homokorján most már elérhető. Alexis nagyon szépen vissza valkűrözik a csomaggal a középső ösvényre, és nagyon szépen imitáltad egyébként az Urfnak a hangját. Kösz. Hát nincs mit. Folytasd. Ja jó, hát Remi megy az alsó ösvényre. Ami az őrszemeket illeti, hogy Thanatos kedvenc témáját is megemlítsük, ezért rendelkezik a Renegades pár defenzív... wow, Alexis azért kapott egy jó nagy pofont a középső ösvényen, szóval rendelkeznek ugye defenzív őrszemekkel, főleg az északi dzsungelben, hogy ott a bejáratokat próbálják nagyjából szemmel tartani, viszont a saját déli dzsungelüket teljesen sötéten hagyták, semmit nem látnak, ugyanez igaz a CLG-nél, fordított helyzetből ők inkább a déli dzsungel részt, valamint a sárkányt látják, a saját északi dzsungelükben viszont szinte semmit, tehát mondhatni a csapatok a kék körüli rálátás biztosítására nem igazán fejeznek nagy hangsúlyt. Közben Alexis megint csak kapja folyamatosan Huitól a kombókat, aki ugye könnyen teheti ezt meg, hiszen kék erősítése van, így a manával nem kell annyira spórolni, ahogy mondjuk így. Korki pedig most, ha hazamegy, valószínűleg be fogja fejezni esetleg a háromság hatalmát. Ideje lenne az előző percben. Az első torony! Folytasd, wow. Roti! Így is van, dőlt az első torony, akciókommentátorként ezt mindenképpen ki kellett emelni. Ráadásul a Renegades oldalára, ami azt jelenti, hogy 600 arannyal vezetnek, és hát ennek köszönhetően ugye... Pusztult egy őrszem! Ja, jó, azt hittem, hogy még valami következik ezután. X-Mity közben a Renegades dzsungelében mélységi őrszemek kihelyezésre kerülnek. Így most már gyakorlatilag a Renegades... Oho, viszont a Láncio Alexis... Jó, mindegy. Igen, esküszön inkább nem szólhat, mert semmi értelme nincsen. De ettől például X-Mity még érkezik a sújtás, jó, krámozak, villanása nincsen. Viszont sebzés nincsen, a kedves Elisztre jó a gobó, Alexis pedig nagyon reagál, és Huhi láncától megint kitér Alexis! Hát a hagyagyára, nagyon szép játék, tetszik! Tetszik, felveszem friendlisbe! Határozottan jól játszik azért Alexis ezzel a Korkival, és ugye köszönhetően annak a mobilitásnak, amivel a Korki is rendelkezik, jócskán megnehezíti azért Huhinak a dolgát, főleg a láncokkal való lekötésre, hiszen hogyha bármi gáz van, ugye Valkyrrel szinte bármikor lehet menekülni, és hát farmolásra, illetve az ösvény megmentésére érkezik ki Dalshan sorozat lövése, azonban pont nem tudja megszerezni a nagy minion, legalább a kicsiket igen,
Pierce közben kávészünetre megy, valószínűleg 10 percig nem hírnököt szed, Combs, Freeze és Remy. Három játékos a Renegéznek. Ennél izgalmasabb dolog még nem történt az elmúlt két percben. Hírnök szedés meg is van. Ki veszi föl? Freeze. Na most ugye a Freeze az, aki Remivel együtt rohangál folyamatosan, vagy az alsó pedig a felső esőjén, de mivel az alsó esőjén már döntöttek tornyok, döntöttek, na szóval, mivel az alsó esőjén, az alsó esvényen dölt egy torony a CIG-nek köszönhetően. Ezért felmentek a felső esvényre, ott is dönteni a felső esvény tornyát. Elkezdtem se építeni, mert elfáradt a szám. A sok beszédtől, igen, így van. Mi mástól? 2-1 a tornyok száma a Renegades javára, ennek köszönhetően körülbelül 1000 aranyjal vezetnek, de a CIG az alsó esvényes torony döntés után, amit oly szépen kiemeltél, rögtön egy sárkányt is hozni fognak, ami ezen az mérkőzésen, illetve a CIG számára is ebből következően az első plusz 6% bónusz fizikai és mágikus sebzés. Tudod, mi a legszomorúbb? Na. A hírnököt van a mágik ezen a meccsen. Így van, 40 most már nem fog, újra, nem fog újra életni, már csak baronosot fog jönni, jön a nagy testvér. De legalább nem tud öngyilkosságot elkövetni. Ez mindenképpen pozitív. Hát igen, ő nem tud. Nem mindegy, 19,5 percnél járunk. Van 400. 600, 700, 800 arany különbség ugye a Renegade csak reminek, ha ezek betalálnak, akkor esküszöm, hogy a halálos hitletek, ha betalálnak, igen, reminek. Istenet röhögsz, ezért kezdek másmelyre gondolni, de hírnökkel felerősödve jön közül a CIG csapata, jó a lánc Kramzra, és ugye Kramznak a tárgyait megnézzük, van már valamelyest varázsvédelme, de azért neki fáj LeBlanc, meg azért a jungle-est nem érdemes összehasonlítani a 181 farmos LeBlanc-kal szemben, hogy kinek több a sebzés és kinek több az ellenállása, egyértelmű, hogy LeBlanc felé fog dőlni ez a bizonyos mérleg. 20 perc eltelt. Baranna sor van, új objektum a pályán. A 24. percnél járunk, és ugye azért ezt mindenképpen említsük meg, hogy Crumbs, talán pont a Rek'Sai játék stílusából adódóan, amit említettünk is a meccs előtt, ugye tankosabb Elise fogja hozni. Penge, csör, párbaj. És ezt most Expity nyerte, ha minden igaz. Nem, bocsánat, Kramz. Ő is újtotta el, és ennek köszönhetően megkapta a Penge csőrnek az áldását, ugye, mert mindenképpen lehet majd ugye észrevenni a láthatatlan őrszemeket. Expity és Remi párhuzamosan egymás percet adnak fel a felső ösmére. Afromó lefogása és Afromó pucolás és Afromó aktivitása a játék mindenki magas szintű, és nem merném azt mondani, hogy remékevésbé ügyes, mert ez nem igaz, és Alexisek most már ez fájt. Fáj bizony, ki is nagyon kellett menekülni onnan a nagy valkürrel, hogyha nevezhetjük ezt úgy, ugye rajta a mágikus, Remi ez viszont most nagyon mellé ment. Szóval a Korkin mágikus ellenállás per pillanat még ugye nincsen, Krams. Bár egy hosszú kardot figyelme. Krams néha úgy jön, mint egy tanköcsém. Tehát úgy mérve abban a hármas nádasban, mint hogy semmi az évben nem menne ott. Jó, hát én elhiszem, hogy van neki valamilyen, de nem annyi, hogy ezt megtehesse, csak úgy igazából. Exvity jelenben már teljesen másik irány menekül, mint kéne, de van végső képessége. Sziasztok! Epélyek szerem a saját kis izémet. Alex is lefogásban szenved, van gyógyítása, nem már nincsen. Darshan a KS mester. Hallod, a kezdőről öl embert. Azért ez nem semmi. Hát ez nekem is jó lenne, hogy mehetne ez így. 200 arany különbség van, jelen pillanatban a CLG javára. Az egyilkosság már nem számottevő kettejük között. A Renegéznek, hogy van egy plusz torony előnye a CIG-vel szemben. Map kontrollban ez még túl sokat nem jelent, nagyon szép a fekete pajzs. Afromon a saját magára, így nem talál rá a gubó. Pontosabban nem fejti ki hatását a gubó Afromon. Ó, oh, igen. Nagyon szép reakció, de minden esetre Afromutól 3-2 az állás. Kramzot pedig nagyon szépen menti ki az ingyen taxi, miután a mindenlátó őrszemet eltakarítja. És ugye fej-fej mellett halad a két csapat arany ügyileg, tehát nagy különbség igazából nincsen köztük. Nézzük is a visszajátszást, ugye Alexis nagyon szépen elkapja, Afromo Hugi egyből érkezik a lánccal, és itt ugye a sorozatlövés az, ami be tudja fejezni a gyilkosságot, Hugi még vissza is tud menekülni, és egyébként Alexisnek elérhető volt a villanása, és az a sorozatlövés az pont úgy lett elhelyezve, még hogyha át is villan a falon túlra, akkor is meg lett volna a gyilkosság, tehát valóban kill secure, azaz gyilkosság biztosításról volt itt szó, vagy legalábbis gondoljuk mi ezt, minden esetre ez társam. Igazából az érdekes, mert ez... A gyilkosság? Nem. Akkor nem. Én se kezdtem.
Szóval a Darshan végső képességének használata azért több kérdés alapján is, meg, nem több dolog miatt is megkérdőjelezhető. Például ugye azért egy villanása volt csak a leszicsnek, volt külön nem igazán. A pengecsőr falta viszonylag messze volt, nem sok menekülési lehetősége volt. Lehet, hogy azt, hogy Darshan van egy sliders kapulnak akkor valahol, és akkor az a Darshan elől instant elmenekül Aleksic. Vagy lehet, hogy ilyen felvetés, de biztos, hogy inkább végső képesek dögöljön meg. Így 1-0-1-es jelen pillanat Darshan, de Genk meg miről híres? Hogy egyszer nagyon-nagyon-nagyon sok sebzés, és elég csak egyszer berobbanja majd a Hordóknak, az akár küzdelmet fordítva nyer, meg Ramsz villan! Majd mindenki gubóz alá, Darshan már kajálni lehet menekülni, ki is villan, és legendári jókor érekezik, de nem a legjobb helyre! Bajban, halálpontos lövés! Ramsz védi le közben, és apró még lassítja a szellemek az egész brigádon! Aleksic robban, és húhinnak a klónját, öli Freeze, és a leges legközelebb hozzá, vissza kell lépni a Renegéznek. Szóval Rek'Sai minden közelben van arra, hogy valahogy valakire beérkezhessen. Freeze-nek a sebzése nem elfelejtendő, és még a láncépessége talán Freeze-re, de a sebzés az csekély, elenyésző, és már expitié torony alá tervez menni. Jönni szintén jó a messzen átó gömb, de nincs minion. Így ez az akció is abban maradt. Természetesen torony alá érkezni még nem szeretne a CIG csapata, főleg ilyen viszonylag alacsony életerővel, legalábbis ami expitit illeti. Nem igazán volt toronytankolási állapotban. Freeze elhozza a vörös szederhát erősítését, majd a felső ösvény felé veszi útját, ahol lehet tovább tolni majd az ösvényt, ugye egy toronyot már hiányzik. A középső ösvényen viszont még nem tudott toronyot dönteni a Renegades-a. Nézzük még egyszer, hogy a sorozatlövés kijön, illetve a teleport már érkezik hátulról. Ramsz nagyon szépen kezdeni ezért a Legendary is, de akkora sebzést kap az arcába, hogy konkrétan azt se tudja, hogy merre van. Villannia kell, Ramsz ugye szépen levédi a halálpontos lövést, de Aleksicre talál a sötét lekötés, illetve Exmiti villanással feldobja őt. Újének a klónjára pedig, hát hiába lövöldöznek, az maximum 50 aranyat, vagy mennyit jelent. Egy újabb gyilkosság nincs a Renegades oldalára, marad a 4-2, és egyelőre úgy néz ki, hogy ez az Aleksic féle korkiválasztás, bár eleinte nagyon hideg vérrel kezelte, most viszont úgy tűnik, hogy Huhi kezd egy picit felülkerekedni rajta, az átoknyelő minden esetre már ott figyel Aleksicen, kell is, ezért legyünk őszinték. Huhi aprik nagyon szép gubóta kap, hogy a Kramstad, de ettől ki tud jönni. Az Aleksic választások azért nem mondanám még most rossznak, mert a kompozíció beleillik, hogy messzire szépen csípkelődnek, de akkor miért van Kennen? Na mindegy, mert ugye azért nem arról híres, hogy messzire fog mindig majd csapatküzdelemben részt venni, de ami miatt Aleksic nem vett túlságosan sokat részt a küzdelemben, az egyértelműen Afromu, ha mákos, ha nem mákos, de a lefogása az talált rá, és a két legjobb ember, akit el lehet temetni egyből, Aleksic és Freeze, rajtuk hobokóra nem lesz, viszont Legendary lesz. Viszont egy legendary, amilyen mondta, hogy mekkora sebzés kapott, neki úgymond kötelező volt a homokat elhasználnia, de kicsikét balrán megy és fölfele, akkor Darshan lehet, hogy instant meghal, és arra lett volna energia kimenni a Renegades-től, azt le is kaszabolni. Míg azért a másik oldalon a megállt legendary, három majdnem maximális életerő játékos volt, arra továbbra sem fog bemenni a Renegades játékosai. Ráadásul abból az egyik ugye nem más volt, mint Afromu, és az ő végső képessége pedig éppen pörgött Kennenen. Ugye várt a kábításra, minden esetre azért Kennen okult az előző nagy pofonból, és ahelyett, hogy további offenzív tárgyakat vásárolt volna, inkább egy óriás övet, valamint egy Negatron. Okult? Sword of Occult. Volt olyan tárgy? Tudom. Akkor jó. Na mindegy, meg amúgy van is, nem? Nem, már nincsen. Ja, hát mondtam, hogy nincsen. Na, 27 perc eltelt, Sárkány pedig él, jelen esetben egy sárkány van a CLG-nek, Renegades-ek pedig semmi, 7-800 arany különbség van, az igazából nem túlságosan sok, őrszem van a pálya kellős közepén a Renegades-nek, így mindenképpen látják, hogyha a CLG túlságosan ősen akar csoportosulni, de mivel 28 perc alatt három toron dőlt, és ebből kettő Renegades-nek, így hiába ők állnak rosszabbul, valamelyest azért a minionok előbb-utóbb tudnak nekik segíteni, hogyha a minionok ugye úgymond azt mondják, hogy akkor menjünk valami ösvényen, meg valaki meg is tolja. De akkor itt mindenki a teleport kérdés majd be, hogy melyik az a karakter, aki gyorsabban tud ösvényt tolni,
Legendary is ugye Dásán között, amit nehézen eldönteni, de valószínűleg valamelyes Gangplank felé fog dőlni. Alex is csak az átok nyelőjének köszönheti az életét, hogy még képességgel él. Végső képesség kijön. Ereszkedés Kramstól szintén. Expedig jöhet, jó a lámpás. Halott képessége nincsen, dölt egy torony. Szépen lassan a CLG is próbál valamit válaszolni a Renegades kezdeményezéseire. És Xfinity még mindig azért egy magabiztos játékot próbál tanúsítani, jó a lánc, és hú, még éppensége visszamenekül a halálos ítélet elől, amit mindenképpen ki kell emelni, mert nagyon szép volt megint Remitől, jók a tervek, csak nem mindig sikerül be is fejezni, Freeze mellé megy a lánc, így nincs komolyabb sebzés, elszenvedés Freeze-nek. Talán most van a fellélegzés, Dásán az alsó esélyen megy, mint a golyó, és Xfinity pedig itt van mellette közben, és jön az egész Renegades. Xfinity válaszolhat még a halálos ítélet, jó is jó a paj, szintén apróbúton, most jön Dásán, jön a teleport Legendary-től, az egy jó kerülő úti lehet majd előbb-utóbb, de kire mehet ki, apróbúra mindenki kijön belőle, Legendary pedig majdnem, hogy Descendary volt, de mindegy, húj pedig jön, lánc pedig nem találkozik, ez nagyon rossz volt, Freeze pedig mindig ott van segíteni, de Xfinity most már nem biztos, hogy befele kéne, hogy menjen, és társai visszamozdultak, megint sok minden kiment, és nem volt túlságosan sikeres. Még ez a Kennen érkezés nem igazán volt olyan meggyőző. Nem, valóban pedig nem. Megint jó helyre telepolt, megint összezárták volna szépen ugye. Ojjaj, Fizz. A CIG csapat, de Hui pedig bajban jön, van bomba, már nincs. Mert pedig mindenki kijövőhetett volna, de Dásán sebzése nem elfelejtendő, Stixtay távolsága nem elfelejtendő, Kranz pedig kijön még éppensége, de a hordók azért sebeznek, kérlek. És hogy túlságosan közel nem lehet a toronyhoz jönni, mert ott a teljes CLG gárda, visszább kell lépni arra egészet, még egy bukott torony. Ráadásul még két gyilkosságot is odaadnak a CLG-nek, Huhit megint csak nem tudták elkapni, sok hűhó semmiért, vagy inkább sok Huhi a semmiért, ez szörnyű volt. A CLG közben elkezdi a második sárkányt a mérkőzésen, amit el is tud valószínűleg hozni, ha csak Kramz nem szól közben. De Ása még azért zavált nyugodtan az az kedves Zion Spartan, Xfinity pedig mindenkivel menekülni kényszerül, de ugye a sárkány megvan. Tehát voltak azért itt ilyen kétesélyes dolgok, volt veszély, volt mindenféle dolog, de visszajátszás van, kedves Ajovin! Na nézzük is újra, ugye Freeze-re megy a halálpontos lövés, a lánc nem talál be újítól, ennek köszönhetően túléli, a halálos ítélet gyönyörű szép, meg a nyúzás is, de a sebzés az már érkezik mindenhonnan, Remit Stixtay tudja végül befejezni, és közben végé is van a visszajátszásnak, holott volt ott még egy gyilkosság. Mindegy, 6-2 az állás, majdnem 6-3, ahogy te szoktad mondani a magyaroknak, mindenképpen szép lenne. Igen. Most viszont legalább van arany különbség a két csapat között, kicsit több mint 3000 arany a CLG javára, és a 31. perc vége fele még az is lehet, hogy akár elkezdik előkészíteni a baronna sort. Hát meg a vacsorámat is már lassan. Na mindegy, 31 percnél járunk, ugye mondtad a baronna sornak a lehetőségét, őrszemi játékot. Biztos, hogy van köztünk valaki, aki nagyon szeretné kiemelni, de amit most én el tudok róla mondani, az, hogy igazából forma. Tehát bármennyire is azt mondjuk, hogy Renegades 1-4 nagyon-nagyon nagy fejtörést okoz a CLG-nek jelen esetben. Nagyobbat, és nem mond, igen. Tehát pont ezt akarnak kihangsúlyozni csak szépen, hogy a papírforma alapján Renegades oké, hogy mindenképpen szereti a hosszú meccseket, tény és való, de azért a CIA-nek nem kéne nagy akadály lehessen, de mindenképpen jelen esetben látjuk azt, hogy Freeze is jól tartja magát, nagyon jól farmol, 50 farm előnye van ugye Stixtay-jel szemben, sorozat lövés pedig éppenséggel jó, hát még azért a foszforrumával okozott sebzésekkel Alex is tudunk majd pókolgatni. Végig is valahol ez lett kialakítva Renegades által, hogy valahol legyen mesterségünk ugye messziről is lőni, meg Kennennel közelről is sebezni, különböző sebzés hordozó karakterekkel, ugye egyik fizikai, másik pedig inkább mágikus. 32 perc, megint nem volt gyilkosság, és megint majdnem, hogy minden kiment Kennen végső képességen kívül, és ugye Dalsan sem húzta meg a ravaszt, marad a 6-2. Marad továbbra is a 6-2, és minden esetre érdekes egyébként a Renegadesnek így a, hát nem is tudom, a játék taktikája, hogyha nevezhetjük ezt annak, hogy egy kicsit olyan felemás. Legalábbis az én szememben ez a csapat kompozíció, ugye ott van a két lövész, de igazából nincsen frontvonal, aki ezt a két lövészt ténylegesen védeni tudná.
És egyelőre, hogy te is kiemelted, Zonya homokorai ide vagy oda, Kennen nem igazán tudott jól kezdeményezni még ezen a meccsen, ugyanis a CLG reagálása szinte minden egyes alkalommal majdhogy nem tökéletes az ő kezdeményezésére, vagy egyből kitolnak rá minden sebzést, vagy rengeteg tömegirányító képességet, aminek köszönhetően azok a forgatagok messze nem annyira hatékonyak, mint ahogy azt ő szeretné. Reminek, annyira reminyázisok, hogy meg tudja rángatni valamelyik játékos ugye az a halálos ítélettel, Kranz pedig ugye a pókokat sebez valamennyit, Hui pedig a lánccal talál Kranzra. Próbálgatások vannak, tesztelgetések, ugye valamilyen, de most oké, elkosztja Kranz, de azért még érdezkedni fog, ha nem is lefele, de felfele mindenképpen, és azért ő megint csak nehéz eltakarítani, és lassan a játék azon szakaszára fogunk érkezni, ahol a Rek'Sai, hát az nagyon durva Rek'Sai lesz, és azért sorozatövés kijön Afromóra, majd Exvitiv védi le a maradékot, azért ő kevésbé érezte meg, és ezek a hordók egyszer kell, hogy találjanak, aztán pedig mindenképpen Remy, Alexic is, ugye talán Freeze is óriási sebzés szenvedett, hát még Legendary is, tehát kicsikét azért papírforma alapján a karaktereket nézve kicsikét gyengébb összetételem a Renegade csapatának, ugye főleg abban, hogy ha elég hamar porladnak, és ugye még valamennyire a tankos meta, nem azt mondom, hogy itt van folyton is úristen az arcunkba liheg, hanem valamelyes még azért belelóg a mostani metába elég durván, és azért az a Rek'Sai mindenki fog tudni majd utat törni, míg Elise mondjuk kevésbé. Kék gólem erősítés Alexicnek. Egyébként nagyon okos választás véleményen szerint Afromútól az vezérzászló, azt mindenképpen emeljük, hiszen a másik oldalon ugye elég sok mágikus sebzés található. Gondolok itt Kennenre, aki az alaptámadásaiban nem feltétlenül pusztítja a leggyorsabban a minionokat, de ugye Alexicnek is a korkia félig mágikus sebzést okoz, Kranz ugyanez, tehát lényegében a vezérzászlóval szemben kb. Freeze-t tudják leküldeni egy-egy ösmére, ami nyilván erőforrást von majd el a Renegész csapatától is. Szépen lassan megfojtós taktikát alkalmazza jelenleg a CLG, nem próbál túlságosan nagy kockázatokat vállalni, inkább, közben lefejeli a falat, inkább szép lassan hozni kell trónyokat. Ajjaj, apró kis sebzés, de azért ő elég hamar elragálja ezt a sötét pajzsal. Hát kedves Zsolti, lesz a sárkány egy percen belül Baronason régóta ott átsorog és nagyon szomorú, és már lassan tényleg antiszociális ez teljes, mert senki nem foglalkozik vele. Negyed órája. Kivarakolt a keresztül két örszem és körülbelül ennyi. Mindenki úgymond tojik arra Baronasorra, lefogás mellé, és én a tárgyakra csak annyira térdéki egy picikét, hogy igen, az tök jó, hogy megvan, de a Kennen jelen esetben ugye az, aki a legtöbb májikus sebzés hordozó, ugye önmagában már elközben Remi azért bajban volt, már mindig van lefogási órák közben, Tócsa szintén, azért neki ez szintén félületerő, azért még nem ő, egy teljes támogató játékos, hogy túl sok támogatás és túl sok bóklászás nem tud kivitelezni, gyilkosságokat hozni, akkor azért ő nem lesz túlságosan tankos még. Túlságosan még legalábbis most. Mivel 8 gyilkosság volt és nem dőlt sok torony a Renegades oldalán, azért nincs miből túlságosan táplálni a kedves Thresh-nek a bizonyos tudástárát nem is, de a tájválasztásait annál inkább. Na de, Kennen, egészség kedves Márton, szóval a kedves Kennen, ha be is megy a küzdelembe, csak Uvit tudná mondjuk a leggyorsabban eltakarítani, de rajta is van egy mélység jogar, Baronosor pedig elhozza úgy Exviti, hogy semmi, semmilyen válasz nem érkezik. Nem jött a Renegades. Mondjuk ez Afrumnak is köszönhet, ugyanis a lekötésektől hát, a Morganától gyönyörű szép volt. Elise-re így esélye nem volt például villani, vagy akár beereszkedni oda a Baronnasort környékére és esetlegesen sújtani. Hát jó, de egy Baronnasornál azért ennyire... 37 perc, ahol tényleg a nagyon-nagyon lassan halad minden, nagyon-nagyon ilyen 2015-ben ragadt amerikai LCS-ben próbál játszani a Renegades CLG csapata, azért egy ilyen Baronnasorral nagyon ki kéne hegyezni mindent. Tehát 4 gyilkosság különbség van. Mindenki jól tudja, Baronnasorral lehet elkezdeni megtolni valamit, valamelyik ösvényt, vagy pedig ott jól megszavangatni az ellenfél csapatának a nyakát. Ez így működik. Legendary pedig, hogy a halálpontos lövés meg is kapja. Hát a lámpásnak köszönöm valamennyi, hogy kevesebb sebző szenvedett el, de Legendary-nak van egy útja haza, az már biztos. Van közben továbbra is 6-2 az állás. Azért Huhira talált
Bubókra nagyon sokkal több reakció kéne, mert ő azért mindenki elég mobilis, jön Freeze a lámpással, lesződött be meg két ember között, Stixé pedig bajban szintén, Stixé villan, és éppessége nézd meg most, mert csak Afro lefogásával majd a halott Alex is, viszont meghalt Xfity, nincsen tank és Freeze! Az igen! Freeze öl, aztán pedig instant lelet, Burst a húj által, Rami pedig belagad még hátul szintén, ez kérdezi meg 2-3-as csere, de még azért lecsönt, hogy valamelyest él. Igaz, toronybukás valószínűleg a baromlasonnak köszönhetően lesz, mert az a minimum fogja még legalább 3 támadásig, és Darshan pontosan ezért a legerősebb, főleg a Kennennel szemben a másik esélyen tolalása, mert nem csak a miniont kell ölni, hanem a tornyot is. És azért Darshan tornyot ölni azokkal a tárgyakkal. Nagyon durván szerű az életet az összes toronynak. Igen, hát 352 AD-val rendelkezik, és majdnem ezreket krittel. Ugye a sebzés az van mindenképp. Rámzra jó a lefogás, de a torony a cél egyértelműen az egész CIG csapatától, és majd Alex is 2 másodperc majd jön, de a torony dől. Igaz, inhibitor még éppenséggel ott marad, de nagyon sokat haladt előre a CIG egy baronnasorból. A power play az ugye a két toronnak köszönhetően is, hogy a 3 gyilkos, tehát körülbelül a 3500 power play-nél most járhat a CLG, és még nem járt le a baron nasor elősítése minden, igaz, viszontes? Nőzzük még egyszer, ugye bokorban áldogál Freeze, a láncos talára, de hújjanak menekülnek el a sötét pajzsra, szép legendary villan, és a forgatag már elkezdik közben a háttérben pörög a sorozat, vagy bocsánat, a zárótűz, Alex is viszont nagyon szép a sebzés, Legendary pedig ugye végüli ezt Zonya homokórában, Xmity a nyúzásnak köszönhetően meg tud halni, illetve Freeze még villan és gyógyít is, Uhi azonban az életerejét egyszerűen eltünteti, és egy újabb zárótűz közben Remy, illetve Alexisnek a visszaszorítására, a CLG mindenképpen igényt szeretne tartani erre a középső ösvényes inhibitorra, még úgy is, hogy hozzátenném azt, hogy ha Hui nem pörkölte volna lesz a kedves Freeze instant, akkor már Remi a lámpást dobta. Igen. Tehát majdnem, hogy ki tudott volna jönni valamelyes Freeze ebből a kis csetepatéból, de nem ma. Remi pedig megkapja a halálpontos lövést, amíg éppességgel él. Azért rajta jóval kevesebb a sebesztik szék képessége. És Caitlyn hiába ugye nagyon későn haladna a küzdelembe, de neki minden idézőképessége bánta a Legendary-nak, megint van egy útja haza, mert instant fél életerőm van, 1160 és 50 a Gangplank hordók sebzése, azért az már nagyon-nagyon-nagyon durva is tud lenni. Kennennek nincsen teleportja, sem bírálása neki, a közel férkőzés az ellenfélhez, na az nehéz lesz. Önmagában neki eleve kevés sebzése van, nem azért, mert rosszak a tárgyai, hanem jók az ellenfél ellen tárgyai, úgymond kerenek a sebzésének a redukálás érdekében, viszont azért neki be is kéne menni, és húhi! Wow. Remi takarít el, gyönyörű szép kombináció, az is pedig bajban neki villanása nincsen, ő is halott, viszont jön Kennen, azon a rajta kifárasztás, húhi lánca pedig mellé, Kennen szintén halott, 3-0-as erre, itt ennek valószínűleg vége. Krámzi és Freeze, Freeze és Krámzi és aztán húhi! Hát mit csinál az a LeBlanc? Hát meghal még hátul Freeze szintén, tiszta ásszal zárjuk a meccset. 41 perc kellett ahhoz, hogy a CLG felül kerekedhessen egy küzdelembe a Renegades-en, megnyeri a mérkőzés, így a Renegades szintén 1-5, mint az Echo Fox. Van, és egyébként fantasztikus kompozíciót hozott szerintem a CLG erre a mérkőzésre, mégpedig azért, mert a Renegades, ahogy azt eddig szinte minden meccsén kiemeltük, hírhett arról, hogy szereti elhúzni a meccseit. Milyen karakterei voltak a CLG-nek? Volt egy Gangplankje, az mikor jó, a játék végső szakaszában. Volt egy LeBlancjuk, aki igazából 4-5 tárgy után szinte bárkit fel tud robbantani, illetve volt egy Caitlyn, aki szintén a játék késői szakaszában iszonyatos sebzéssel rendelkezik, ezt kihasználva a CLG, hát igazából el tudta húzni az időt egészen addig, amíg az ő kompozíciójuk beindult, és hiába volt ott ugye azért ez a tankosabb Alice Crumbs-tól, egész egyszerűen nem volt frontvonala a Renegades-nek szerintem. Kevés volt egyszerűen az a Kennen kezdeményezés a forgataggal együtt, ugyanis ez nem egy azonnali tömegirányító képesség, hanem sokkal késleltetettebb, és ennek köszönhető, mivel nem volt ezen kívül más tényleges CC a Renegades oldalán, leszámítva azt az egy Alice gubót, ami megint csak egy embert köt le,
Kennen egész egyszerűen nem tudta érvényesíteni, hogy ténylegesen a végső képességét, míg a másik oldalán nem is próbálták ezt annyira erőltetni, elég volt ez egy Morgana lekötés, onnantól kezdve jött a sebzés, meg a Lance LeBlanc-tól, tehát megint csak ugye hagyták, hogy kiteljesedjen a Seattle csapata, a Renegades kicsit teszett oszán játszott, és elhúzták a meccset 42 percig, ahol meg már nem igazán volt esélyük ezzel a kompozíció ellen. Érdekes az, hogy mennyire meg kell rúgdosni X-Smithit, hogy örüljön egy kicsikét a kamerának, az mindenki látható volt, hogy a társai rögdösik, hogy te hallod, nyertünk, örülj már, te hülye, hát miért nem vagy boldog? Kb. Így ütögetek egymást a kedves CIG játékosok. Lehet a múlt heti játéka miatt. Megértem. Szóval a lényeg, hogy a Renegades játékosai is biztos, hogy valahol letörtek, mert amit a Challenger Seriesben leprodukáltak ahhoz, ahol pontosan azon, hogy be is kerülhessenek, nagyon-nagyon nagy fantáborra tettek már szert instant. Alex is visszaérkezése, Reminek a játék stílusa, és ő meg a jelenléte is, mindenki nagy sport kavart az, hogy ők érkeztek, és sokkal többet akartak ebből úgymond kihozni. Hát egy új Unicorns of Love story is lehetett volna akár ebből, ha nem így indítanak. Ez csak a start. De a Renegades-nek is bele kellett, az, hogy valaki a mostani percben a játék végső szakaszára alapozik és úgy választ a karaktereket, ez egyértelműen azt jelenti, hogy még nem biztos, hogy belerázottak ugye abban, hogy most igazából kéne produkálni. Igen. Kell ugye mindenképp a tudás, a karakterbázison valamelyes ugye változtatni, más karakterekhez nyúlni, lehet, hogy a Kennet nem kéne rosszítani, mert nem mindig működik, Max tényleg egy másik jól takarító céggel együtt, mert mondjuk egy Viktor jól működne mondjuk Kennet mellett, stb. Ezt már látok Unicorns of Love által is. Tehát kell a kompozíción szerintem valakit a Renegadesnek. Nincs. Tehát igazából az egyéni képességekben én nem látok sok problémát. Tehát igazából a Renegades játékos, hogy nem rosszak. Nem véletlenül vannak ott. Bele fognak rázolni, én még bízok mindenkiben bennük, viszont a CIG-nek kicsiket azért nyugodt. Tehát a CIG-nek ahhoz, hogy nem így kell volna ezt befejezni, de Zsolti, én mindig megfogadom, hogy nem pofázok sokat, de van egy magyar elemzői asztalunk, hát akkor adjuk már át a szót nekik, hát ők is nézik, mint alahó, tehát cukik vagytok. Átadjuk a szót, sziasztok! Jó éjszakát, csütörtökön találkozunk! Sziasztok! Üdvözlünk minden kedves nézőt, itt is vagyunk a mai este végső mérkőzésével, az utolsó összecsapással. Ahogy csak Antology Gaming ütközött meg a Renegades-zel, egy eléggé hosszadalmas mérkőzésen, én úgy gondolom, főleg az átlag meccseket megnézve, viszont a hét záró elemzője a szalál, kedves Darcik lesz itt velem, jó magam, Thanatos vagyok. De csapjunk is bele, úgy gondolom, először a gondolatok a mai utolsó mérkőzésről. Az elhúzott mérkőzés az teljes mértékben helytálló elemzése volt nagyjából ennek az utolsó 40 percnek. Úgy gondolom, hogy Pierce-nek és Zsoltinak igaza... Pierce-nek és Zsoltinak, az igen. Szóval Pierce-nek és Irvinnek igaza volt abban, hogy jól gondolkodott a CLG csapata olyan szempontból, hogy ők is a játék végső szakaszára hoztak egy-két karaktert, hogy ha esetleg elhúzzuk addig a meccset, akkor ugye a Renegades az otthonosan mozog már ott. Azért valami legyen nálunk is biztosítékként, és a Gangplank választás, ami egyébként nem tudom, hogy hogyan mehetett át a rostán úgy, ráadásul, hogy első választásként nem is lett elhozva, és ötre az biztos, hogy én úgy gondolom, hogy ez kifizetődő választás volt. Abszolút egyértelmű. Ha belegondolunk azt, hogy abban, hogy ott volt a Gangplank, illetve a Caitlyn, akik azért a játék végső szakaszában eléggé durvákat tudnak teljesíteni, főleg, hogyha mondjuk a csapat úgy dolgozik, hogy mondjuk Caitlyn fejlővéseket is tudjon osztogatni, akkor azok már brutális, kritikus sebzések lehetnek. És a LeBlancról pedig tényleg ne is beszéljünk, amikor olyan kombóra képes, főleg a játék késői szakaszában, még úgy is, hogy a Rabadon halás üvegét utolsó tárgyként akarta megvenni, tehát még meg sem volt neki, de már így annyi mágikus sebzéssel rendelkezett, hogy a Renegades összeállításából szinte bárkit egy másodperc alatt el tudott tüntetni, hogyha úgy alakult.
És ez úgy érzem, hogy hogy a játék későbbi szakaszáig való elhúzás kicsit úgy értelmetlenné tette az én véleményem szerint a Renegades részéről, mert ott gyakorlatilag olyan hősök, akik a játék későbbi szakaszában igazán tudnak, nem tudom, ragyogni, azok egyértelműen Corki és Lucian, de még Corki se annyira, inkább maximum Lucian, aki igazán de és neki se az a legkézenfekvőbb játék stílusa, ha szabad ezt így. De ami még fontos volt, én Stixének a játékát szeretném egy pillanatra kiemelni, hiszen nagyon sok lövészre, nagyon sok lövésznek, hogyha az arcába mászik a játék végső szakaszában egy Kennen, az gyakorlatilag egy instant halált jelent, de nem Stixénél. Ugyanis amint abban a pillanatban, hogy összegyűlik rajta a három jelző, azaz kábítaná őt, RF Legendary, az utolsó csapatharcban egy kicsikét visszaemlékezés metodusát használva, egyből aktiválja a sejemüvet, tehát benne áll a forgatagban a kábítás minimális veszély nélkül, tehát tudja kiokádni magából a sebzést, majd utána elhozott egy gyilkosságot és remekül pozícionált, van lehetősége még visszavonulásra is, és ez az a pillanat, amikor Lucian ugye a nyakába villan, persze az elől nem menekülsz meg, de hát ekkor mutatkozik meg, hogy van egy csapatod, akik zárják a soraikat. Egyértelmű. Közben csapjunk is bele a lecsóba, láthatjuk a képernyőn, hogy kik voltak az OP5 tagjai jelen pillanatban a héten. Ugye a főső ösvényen Huni. Asta. Hát igen, ez az Asta, ez mindent elmondott. Az Immortals két mérkőzéssel, két győzelemmel ugye bővítette a repertoárját ezen a héten. Az egyik a Renegades, a másik az Echo Fox ellen volt. Én úgy gondolom, hogy mind a két alkalommal Huni megfelelően tudott játszani. Dzsungelben Dardak, a Team Liquid szintén két győzelem. Hát mit gondolsz? Megfelelő út, hogy a Ivy Dominate-nek a Liquidben? Ez már egy érdekesebb kérdés. Jó. Én azt mondanám, hogy egy remekül játszó játékosról beszélünk, de nem hasonlítanám őket össze, mert teljesen különbözik. Abszolút. Már az alapvető felfogásuk is a játékról. Hú, ez de rosszul fog visszhangzani. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy Dardok rendkívül agresszív, Dominate nem volt az. Dominate inkább biztosra ment, és a csapatharcokra helyezte a hangsúlyt, Dardok pedig alakítja a csapatharcokat. A következő pedig Huhi, a középső ösvényen azt hiszem, hogy ő megmutatta most is, hogy miért kapta meg ezt az OP5 helyezést. Bár tény, hogy voltak nagyon csúnya villanásos próbálkozásai ezen a mérkőzésen, nem is egy, de attól függetlenül azért megvolt az alap, amiből gazdálkodhatott, föl tudta építeni az előnyt, és megérdemli a helyét ott. Abszolút, hát egyértelmű, hogy ez a LeBlanc kezelés Huhi részéről, ez mindenféleképpen egy nagyon magabiztos játék volt, és hát úgy gondolom, hogy a Counter-Logic Gaming középső ösvényese egyértelműen letett sok mindent az asztalra, és a tegnapi Corki játéka sem volt rossz, valljuk be őszintén. Minden esetre a lövész pozícióban Piglet, ez az már a második Team Liquid-es játékos az, aki megkapta a maga kis hát OP5 rangját ezen a héten. Hát nem is tudom, hogy Pigletből mi lehet az, ami rossz volt, mert ugye mindig, amikor a Team Liquid csapata úgy rendben van, akkor képes hozzátenni megfelelő mennyiségű játéktudást és megfelelő mennyiségű támogatás. Ugye egy két linje volt, amivel 17-es KD-t hozott el a tegnapi mérkőzésen, ráadásul az Energy Esports ellen. Még a mai Team Impulse-os meccsen is azért az eléggé vagány volt az a Lucian, én úgy gondolom. Igen, egyébként nem érheti szó a ház elején, de ugorjunk is tovább, hiszen Afromu már fönt van az utolsó OP5-os játékosként, ami azt jelenti, hogy van két CLG is, és van két Team Liquid is. Így van két Team Liquid is, illetve egy mindegy, ebben most én is jobban elzavarodtam. A lényeg az, hogy gyönyörű szép játékot mutatott mint a Team Liquid, mint pedig a Counter-Logic Gaming, és az MVP végül Dardak lesz, ugye jól látjuk, hogy azért egy Rek'Sai-jal az Energy Esports-os mérkőzésen, ami az egyik legkeményebb volt nekik, 90%-os gyilkosságokban való részvétele volt, és a többi statisztika is jól látszik a monitoron, vagy ha nem, akkor mindenféle majd fog, így van, és a mai Graves játéka is szintén olyan volt, ami egyértelműen hozzá tett a Team Liquid győzelméhez. Ezzel pedig ugye a Team Liquid így a negyedik helyen van, 3 győzelem, 3 vereséggel, és akkor most nagyon gyorsan menjünk végig
a tabellán, hogyha már Amerikát lezárjuk, hogy mit sikerült a héten teljesíteni az embereknek. Az Echo Fox 2 darab vereség, az egyik a Cantology Gaming ellen a tegnapi nap folyamán, a mai pedig az Immortals ellen. Hát én úgy gondolom, hogy tényleg valahogy a 9. helyen vannak, és hát a legerősebb ellenfelek ellen kellett a héten játszogatniuk, vagy nem tudom, hogy az Echo Fox játékából szerintem, nem tudom, ott is annyi gond van, nem? Tehát, hogy a cserékkel volt gond, Freeze az ugye, nem, bocsánat, tehát a cserékkel van gond az Echo Foxnál, Froggen még mindig nem tudott ugye visszajönni, és a hős választásokkal is vannak ott gondok, nyilván kommunikációra is mindenre rányomja a bélyegét az Echo Foxnál jelen pillanatban azt, hogy vízum problémák vannak, meglátjuk, hogy a 9. hét végére hogy tudnak teljesíteni, de szerintem sokkal erősebb a mezőny. És a másik a Renegades, aki ott van a 9. helyen. És ezt ugye Pierce és Iovin is végig elemezte, hogy mit is kereshetnek ott. Nagyon szeretik elhozni a mérkőzéseket, de a meta egyelőre nem kedvez ennek, és ennek fizetik meg az árát jelen pillanatban. Az az 5 vereség azonban én azt mondom, hogy nem írja le teljesen a csapatnak a teljesítményét. Láthatjuk, hogy sokszor hajszálon múlik egy-egy gyilkosság megszerzése, ami viszont azt jelenteni, hogy megszerezhetnék az előnyt a játék korai szakaszában, ami akár egy-egy mérkőzést is eldönthetne a jobbik vagy a rosszabbik irányba. Mögöttük pedig nem sokkal lemaradva, pontosabban előttük, a Team Dignitas csapat a 2 győzelemmel és 4 vereséggel, de hát ugye az a 4 vereség is, hát 3-ból baronnasornak köszönhető. Így van, ezzel egyet kell értsek, illetve a Team Impulse és a Cloud9 ellen a héten kikaptak. Tehát a Team Dignitas szerintem továbbra is jól mutatja, hogy mindig van bennük lehetőség, de valami hiányzik ebből a csapatból. Ugyanezt csinálták Észak-Amerikában is, hogy mindig valamikor, amikor igazán teljesíteni kellett volna, akkor egyszerűen mégse sikerült. Tehát, hogy kikaptak olyan csapatoktól, akiktől nem kellett volna, vagy nem is voltak olyan szorosak például azok a mérkőzések. A Team Impulse például a tegnapi nap folyamán nagyon magabiztosan, vagy nagyon ügyesen tudott győzedelmeskedni a Dignitas ellen. A mai Cloud9 győzelem pedig úgy gondolom, hogy egy jól megérdemelt dolog volt egyértelműen, tehát okosan ki tudták használni gyakorlatilag. Ugye pont ott volt Rásnak például az utolsó 3-as gyilkossága. Igen. Gondoltuk, hogy a kompozíció nem biztos, hogy a legjobb a Cloud9-tól, legalábbis első ránézésre, aztán tökéletesen kihasználtak ott mindent, és jól megbüntették a Dignitas. Nem volt könnyű hete a Dignitasnak, meglátjuk, hogy mit tudnak még csinálni, azért az elején vagyunk. És ha már az elején vagyunk, akkor a TSM ugyan a 4. helyen van, de 4 győzelem, 4 vereség, és én nem tudom őket még mindig hova tenni. Tehát vagy ez, vagy 3-3. Bocsánat, igen, tehát hogy 3 győzelem, 3 vereség, lehet, hogy már jövő hetet megjósoltam, van rá egy kevés esély. Szóval, hogy a Cloud9 ellen tudnak győzedelmeskedni, az Energy ellen viszont nem. Így én még mindig azt gondolom, hogy a TSM az nyilvánvalóan árnyéka önmagának. Tehát valami még szintén hiányzik ott is, hiába a sok nagy név. Hát mivel, hogy a sok nagy név közül egy van, aki maradt, mármint a TSM színeiben, és 4 új, aki csatlakozott hozzájuk. Én úgy gondolom, hogy az összeszokás ez jóval több időt vesz igénybe, mint amennyi rendelkezésükre állt a jelen pillanatig. Persze ennek a tökéletes ellenpéldája az Immortals, aki 6 győzelemmel már rendelkezik, és 0 vereséggel egészen idáig. Hát igen, ők aztán amúgy, hogyha most így gyorsan föl is ugrottunk az első helyre, hát meg kell jegyezni, hogy nagyon kevés dologban követnek el hibákat. Nyilván szerintem amúgy az ellenfelek is olyanok voltak, hogy sokszor segítik a hős választással és a játék stílussal az Immortals előre nyomulását, mert ők aztán 2 olyan mérkőzéssel rendelkeznek, ami a 2 legrövidebb mérkőzés eddig a mostani évadban, sőt az egyik az egész észak-amerikai LCS-ben. Tehát az Immortals én nem tudom, hogy ki fogja megállítani, múlt héten kiderült, hogy az Energy az nagyon nem. Múlt héten azt láttuk, hogy a múlt héten az Energy nem tudta. No. Jogos. De még ugye lesz egy találkozó ennek a két csapatnak, mielőtt a tavaszi szezonnak vége szakad. Sőt, a döntőben találkoznak még több is. Ez így van. És akkor szerintem gyorsan végigmenve még Cloud9 az kikapott a TSM-től, ma meg megverte a Team Dignitas-t. Ez abszolút szerintem egy közép mezőnybeli teljesítmény mutat tőlük. Tehát vannak pillanatok, amikor jól végig gondolt csapat összeállítással tud. Tehát nem rontják el a mérkőzést már a hősválasztásba során, és vannak olyan momentumok, amikor pedig a játék alatt tudnak nagyon ott lenni fejben, mint pedig hős mechanikában is, és hát Bunny Fufu High csere, hát
nem tudom, mi lesz itt High nélkül a Cloud9-nal, őt egyszerűen tényleg nem lehet. Nem feltétlen kell nélküle gondolkodni egyébként a csapatnak, tehát ezt nem szabad elfelejteni, nem véletlen van még mindig támogató játékos szerepkörben ott a Cloud9-nál, illetve hát csere támogató játékosként, vagy csere akármiként, tehát Cloud9 meg akarja tartani High-t, ezzel talán nem lőttem el túlságosan nagy titkot. Egyértelmű, a Team Impulse játéka pedig szerintem a Team Dignitas ellen gyönyörű volt, a mai Team Liquid ellen pedig úgy tudnám fogalmazni, hogy... A fordítottja a gyönyörűnek. Igen. Tehát, hogy a Team Impulse az továbbra is tartja azt, hogy hú, mi vagyunk a Team Impulse, yeah! Majd másnap, hú, mi vagyunk a Team Impulse, úristen. Tehát, hogy valami olyat mutatnak, amire nem tudunk mit reagálni, mert egyszerűen árnyékuk önmaguknak. Mennyi árnyék? Igen, nagyon sok olyan csapat van szerintem, aki mindig néha így megmutatja, hogy hú, de jó, de okos játékot tudunk mi kivitelezni, minden stimmel, a makrójáték, a hősmechanika, a hősválasztás, minden, és utána másnap pedig így állunk, és így... Te vagy az Andrew, mondjál valamit, mert én nem, meg nem szólalok, az bizisten. Tehát, hogy valami, nem tudom, hogy ez amúgy az edzőknek lehet-e a hibája, vagy pedig egyszerűen csak még mindenki próbálgatja mind az új metákat, ugye metát egészen pontosan, érkezik majd egy új patch is, akkor megint lehet, hogy ilyen, tehát hogy valahogy úgy érzem, mint hogyha a játékosok még nem nagyon tudnánk, hogy mit akarnak. Sokszor. Vagy az edzők. Aha. Jó, rendben. Köszönöm. Ehhez hozzátenni nem lehet semmit, hát olyan dolgokba próbálunk bele nyúlni, amikhez nincsen mögöttes tudásunk, tehát valóban valami lehet. Így van. És ugye akkor még a Counter-Logic Gaming maradt egyedül, akire nem ejtettünk szót. Hát én úgy gondolom, hogy a tabella állása szerint nekik ez egy ilyen nyugisabb, nyaralós hétnek kellett volna lennie. Ugye az Echo Fox ellen játszottak az első napon, az viszonylag gyors mérkőzés is volt, és egyszerű nekik. A mai Renegades-es mérkőzésről azért, ezt azért talán annyira nem mondhatnám el, azért 30 X percig, talán 40 percet is súrolta az a mérkőzés, azért nekik ott kellett lenni fejben, és azok a hajszálak igen. Vékony hajszálaknak tűntek, amikor nem talált be, nagy Isten, egy Remi húzás, vagy amikor éppen letépte Stixének a fejét, az a bizonyos Lucian, de attól függetlenül a győzelem az megvan, és végső soron ez az, ami számít. Így van, és ezzel Észak-Amerikának az e-hetét le is zártuk. Gyorsan ugorjunk át a jövő hétre egy pár szó erejéig. Narci, így most, hogy látod a tabellát, azt, hogy milyen mérkőzések várhatóak szombat, illetve vasárnap alkalmával, neked mik lesznek a személyes kedvenceid így előre láthatólag? Mi az, ami úgy gondolod, hogy mindenképpen egy követendő? Farahány Borsó, Immortals és a CLG összecsapása, illetve a Team Liquid-del is nagyon szívesen megnézném. Tehát máshogy fogalmazva megnézném, hogy az Immortals hogyan teljesít csapatok ellen, jobb csapatok ellen, a CLG, illetve a Team Liquid-del szemben, hiszen a Team Liquid a halálból is nem egyszer visszatért már, nem is sokkal többször, de azért hát az Immortals ellen kíváncsi vagyok, hogy tudnak-e hasonlóképp alakítani. Én is nagyon kíváncsi ezek, főleg azért, mert mondjuk a Counter-Logic Gaming részéről el tudom képzelni, hogy fölveszik a kesztyűt és azt mondják, hogy ha ti olyan összeállításra jöttök, ami a játék elején is üt és agresszív és durva és minden, akkor Afromo bárdozni fog. Pont ezt akartam mondani, akkor Afromo például megpróbál egy bárdot elhozni, vagy bárki meghoz olyan hősválasztásokat és hívásokat, hogy vagy akkor most az lesz, hogy a hihetetlen nagy bulldozer elé egy még nagyobb bulldozerrel szeretnénk menni, vagy pedig egy olyan falat csinálunk nekik, vagy kijátszunk. Tehát, hogy itt azért tényleg olyan csapatok vannak, akiknek a stratégiájával szerintem esetleg az Immortalsnak úgymond meggyűlhet a baja. Megfelelő kihívás lehet. És gyakorlatilag amúgy a többi mérkőzés is szerintem mindenféleképpen izgalmas. Talán még a Team Impulse Counter-Logic Gaming lehet egy ilyen meglepetés összecsapás, hogyha esetleg a Team Impulse jó formát kap ki. De én az Energy-nek azért, aki ugye most szintén a második helyen van a Counter-Logic Gaming-gel. És a Cloud9. Igen, tehát hogy az Energy Cloud9 mérkőzés, meg az Energy Team Impulse mérkőzés is. Hát ugye megint az van, papírforma szerint az Energy az esélyesebb, de azért ez a két csapat már nyújtott nekünk meglepetést, úgyhogy szerintem érdemes lesz mindenféleképpen követni minket, ugyanúgy Észak-Amerikával kapcsolatban, mert hiába van ott az Echo Fox, aki eddig nem tudott nagyot felmutatni,
azért ők is lehet, hogy most már össze tudják pakolni magukat, és a vízumokat tudják rendesen úgymond rendezni, és lesz egy Froggen is, és egy normális felállás, és akkor hirtelen a TSM, nem tudom, egy nagy rókába vágja a fejszét, meg a Dignitasis, és akkor még egy csapat beszáll abba a bizonyos hatalmas titánok küzdelmébe, és akkor Észak-Amerikáról szerintem ennyi. Pár szó. Európa. Csütörtök. Kérem szépen. 5 óra helyett most már 6 órakor indul a közvetítés. Ugye gyorsan említsük meg, Unicorns of Love a Rockettel fog indítani, illetve a pénteki napon, a Unicorns of Love este 9-től a Rockettel indít a csütörtöki napon, illetve a pénteki napon a Team Vitality-vel csap össze este 8-tól, ami mondjuk szerintem bőven megint megér egy 7 meccse kategóriát, mert durva összecsapás. Mind a ketten a harmadik helyen vannak volt versenyben. Nem vagyok benne egészen biztos, hogy 7 összecsapás a címet ez a mérkőzés meg fogja kapni, hiszen az Elements Ace-tüke is azért ígéretes meccsnek tűnik egészen idáig. De valóban egyébként az egyik legkiegyenlítettebb mérkőzésnek tűnhet így előre láthatólag, de persze azon is múlik majd, hogy ki milyen gatyában van és milyen kedvel ül le éppen a számítógép elé. 4-2 mind a két csapatnak a jelenlegi statisztikája, tehát ez alapján mondjuk, amit mondunk. Várva várjuk, hogy mi fog történni. Egyértelmű. Viszont akkor ezután a rövid kitekintés után zárjuk is le erre a hétre az LCS munkásságát, hiszen ha mindenki jól odafigyel, most már 2-t is harangoznak, azaz hajnali 2 is elmúlt. Nagyon szépen köszönjük az egész heti figyelmeteket azoknak, akik esetleg ezen bátor 24 plusz órás streamünket is követték, akár rövidebb, akár hosszabb ideig, szóval mindenkinek köszönjük szépen. Jövő héten érkezik majd híradó, lehet, hogy esetleg rákaptunk a streamelés ízére, így azzal is fogunk kedveskedni, ami viszont biztos, hogy csütörtökön legkésőbb délután 6-kor újra találkozhatok velünk. Sziasztok! Sziasztok!